14. alkalommal került megrendezésre az önkormányzat támogatásával a Tarcsai Lovagok szervezésében a Magyar Kultúra Napja Gála Nagy Tarcsán. A zsúfolásig megtelt tornateremben a Kultúra Lovagrend zászlójának és a Tarcsai Lovagoknak fogadása után ezúttal az aznap avatott lovag Kegye János Pánsipon szólaltatta meg a himnuszt. Rendezvényen Rimóczi Sándor polgármester mondott köszöntőt. Számunkra mindig is fontos volt, hogy a kultúra otthonra leeljen településünkön, és ehhez igyekszünk megteremteni a feltételeket. Az elmúlt években számos kulturális rendezvényen vehetünk részt. A helyi civil szervezetek, pedagógusok, közművelésben dolgozók, kultúra őreiként tevékenykednek mai napig. Külön köszönöm elhivatottságukat, mindennapi helytállásukat és erőfeszítéseiket, melyet annak érdekében tesznek, hogy egyre többen éljék meg hagyományainkat. Ezután Nick Ferenc, a kultúra alapító lovagja osztotta meg gondolatait a budapesti gálán történtekről. Ezt követte a kulturális műsor, amelynek első részét a Blaskovics Oszkár Általános Iskola énekkora kezdte meg, majd a Csillagszem óvoda Napsugár csoportja lépett színpadra. Az Alapfokú Művészeti Iskola 5 tanulója egyéni zeneszámokkal mutatkozott be. A Rozmaring néptánc együttes mezőföldi, majd nagytalcsai tánca lejtette ámulatba a közönséget. A Tömegsport Egyesület kitból csoportjának nagylabdás bemutatója méltán aratott közönség sikert. A Kistarcsai Kulturális Egyesületet ezúttal Galánfi Anna énekes képviselte. Nagy sikert arattak a Nagytalcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület tagjai. A hagyományoknak megfelelően sor került a település büszkeségeinek bemutatására. Bemutatkozott Horváth Hunor versenyúszó, Juhász Mirtil Napsugár táncos, országos bajnok ezüstérmes, Szentgyörgyi Zita 7. osztályos tanuló, aki atlétikában ért el kiváló eredményeket. Nagy sikert aratott a sportfelszerelésben sárga övvel megjelenő Merész Ádám, az MTK utánpótlás judó aranyérmese. Üde színfolt volt a színpadon a kerékpárjával fellépő Pola Csekkende. A falu büszkeségei között a felnőtt korosztályt Turányi Lilla, az MTK labdarúgója, a magyar női labdarúgó válogatott védője, valamint a csapatával 9-szer Európa-bajnokságot nyert, szenior női kézilabda csapat tagja Rimóczi Sándorné képviselte. A műsor folytatásaként a Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesületet tangó harmonikán előadott műsorával Homolya Sándor képviselte.
Ezután a kiállításon résztvevő amatőr művészek bemutatása következett, akik a kiállított tárgyaikkal vívták ki a jelenlévők elismerését. Az esemény fénypontja az aznap avatott lovagok bemutatása és bemutatkozása volt. Eljött Ukrajnából az egyetemes kultúra lovagjává avatott Josif Bozsuk, Nagybocskó polgármestere, valamint Berlinből Ulrich Moritz szinkrontolmács. Megtisztelte a rendezvényt a kultúra lovagjává avatott Kossuth és Liszt-díjas zenész, zeneszerző Benkő László és a pánsíp művész Kegye János, aki előadásával aratott nagy közönségsikert.